Nem tűnt kezezésnek, ezzel elmehet a Vasas. Hollander bent tudja tartani. Waltner jött oda. Ó, jaj. Hollander és Waltner akaszkodnak kis túlzással össze. Hát Waltner ment ugye a labdáért folyamatosan. Volt benne ebben némi él is, hogy nehogy, na nehogy balhé legyen, mert nincs értelme, semmi értelme nincsen. Oda megy Fecesin is, az égvilágon a hosszabbítás kezdődik meg a ráadás. Ha valaminek nincs értelme 2-2-nél egy ilyen meccset követően, akkor az ez. Bent vannak a pályaedzők. Ferenci Istvánt is fogják, ő is fog. Nem. Hagyjuk ezt. Böde megy oda, ő a legjózanabb jelen pillanatban. Hát, hogy itt lesz-e kiállítás. Ugye ez egy hosszúnak tűnő labda. Hollander nem éri el. Aztán elkaszálja Waltnert, aki amúgy kilép a saját zónájából, majd megy a szájkarate. A folytatást meg inkább nem is mutatjuk. Hát ez falt. Tehát, hogyha Waltner játszana, akkor itt Hollander kapna egy sárgát. De Waltner nem játszik, ő vezetőedző. Aki kilép a zónájából, nyilván arra ment, hogy minél hamarabb folytatódjék a meccs. És aztán, ami utána történt, azt Varszoba legyen, aki megítéli, de közben a kollégámtól kapva az infót, hogy nem csak azt nézik, hanem ezt nézik, hogy ez nem volt a kezezés itt Szivacskinál. Na, az lenne csak igazán a slusszpoén, mert minden csak utána történt egyébként. Hogy ez most kéz volt, vagy vál? Így a 90 akárhanyadik percben már. Waltner kap egy sárga lapot, és nem Kuttor kap egy sárgát, hanem a Vasas kispadon valaki, ha jól láttam. Mondjuk, ha Waltner sárgát kapott, akkor ennyi erővel lehet, hogy kaphatott volna Hollander is, de nincs játékvezetői végzettségem. De Hollander is megkapja, akkor lehet, hogy mehetnék is ilyen tanfolyamra. Három sárga akkor, ha minden igaz, és jól vettem ki a dolgokat. Valószínűleg lesz még következménye egyébként itt a 90. perc környékén. Waltner Robert és Hollander Filip is besárgultak, tehát Sajbán is kap egy sárgát, és a Vasas kispadon is kapott valaki egy sárgát, aki nem a vezetőedző Kuttor Attila volt. Hogy a sok segítő közül ki, azt most innen én meg nem mondom. De majd a meccset követően bizonyára kiderül.